Már zavartalanul halad a forgalom a megyeszékhely talán legforgalmasabb egyirányú utcáján, a Szent István utcán. Hónapokig volt lezárva a szakasz, mostanra azonban elkészültek a felújításokkal. Az új aszfaltréteg mellett új szegélykövet is építettek, és a körforgalom is biztonságosabban megközelíthető a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Ez pedig már a Széchenyi utca és a Szarvas utca kereszteződése. Itt még javában dolgoznak a szakemberek, forgalomkorlátozás van érvényben több ponton, a korszerűsítés azonban már célegyenesben van. Alig több mint egy hét múlva iskola kezdés, a városnak ezen a részén pedig több oktatási, nevelési intézmény működik. Jó hír a szülőknek és a diákoknak, hogy a munkálatok jelentős részével elkészülnek szeptember 1-ére. Mind a három utca vonatkozásában azt kértük a kivitelezőtől, hogy úgy ütemezzék a munkáikat, hogy iskolakezdésre olyan állapotok legyenek, hogy a megnövekedett forgalmat nem az iskolakezdéssel jár, ne akadályozzák. Itt jelen pillanatban az utolsó aszfaltozási munkákat látjuk már, tehát ez a mai nappal be fog fejeződni, úgyhogy az útburkolaton aszfaltozások már az elkövetkező időszakban nem fognak sor kerülni. Legjobban a Szent István utca áll, ott gyakorlatilag szinte átadtuk a forgalomnak, bár még technikai folyamatok még tartanak, így műszakáldás átvétel eljárás, később forgalombevezetési eljárás még lesz, de ezek inkább már ilyen technikai dolgok, nem pedig kivitelezési munkák, tehát az, ott gyakorlatilag lehet közlekedni, bár figyelni kell ott is a közlekedőknek. A felújításokra elsősorban az útburkolat rossz állapota miatt volt szükség. Az utóbbi években számtalanszor kellett kátyúzni az érintett szakaszokon. A korszerűsítést követően biztonságosabb és gördülékenyebb lesz a közlekedés a belvárosban. Busz öblök épülnek a korábbi busz megállók helyett, tehát gyakorlatilag az autóbusz öbölbe fog behúzódni, amikor a forgalom zajlik, tehát azt lehet látni, hogy későbbiek folyamán ez javítani fogja mindenképpen a közlekedők az egyenletes közlekedést. Ami lényeges, majd minden ponton, vagy minden utcában lesz okozzebra, ami ugyancsak a közlekedők biztonságát javítja. Változott a egyik másik út, tehát a Szarvas, vagy a Szent István utca és a Széchenyi utca esetében valamilyen szinten a burkolat szélesség is csökkentettük részben, az annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés, részben pedig, hogy nagyobb életteret adjunk a Szent István utca esetében a fáknak, hiszen az egy egyirányú utca, és nagyon ránőttek már gyakorlatilag a fák az utcáknak a szegélykövére, és most lehet látni, hogy lényeges nagyobb életére tudnak majd ott élni ezek a fák. A Szarvas, a Széchenyi és a Szent István utcák felújítási munkálatai Európai Uniós támogatásból csaknem 600 millió forintból valósulnak meg.